Augusztus 16. Mert illendő volt, hogy az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Zsidókhoz írott levél 2. rész 10. vers. Mindazok, akik ebben a világban hűszolgálatot teljesítenek Istennek vagy embertársaiknak, felkészülnek a szenvedések iskolájában. Minél fontosabb a megbízatásuk, minél magasabb rendű a szolgálatuk, annál súlyosabb próbákon kell átmenniük, annál szigorúbb fegyelmezésben kell részesülniük. Tanulmányozd József, Mózes és Dániel tapasztalatát. Dávidot Saul féltékenysége a pusztába száműzte, ahol minden emberi támogatást nélkülözve erősen Istenre támaszkodott. A pusztai élet bizonytalansága és nyugtalansága, a szüntelen veszedelmek, a gyakori menekülések kényszere, akik nyomorúságban voltak, és mindazok, akiknek hitelezőik voltak, és minden elkeseredett ember, Sámuel első könyve 22. rész 2. vers. Szükségesítették a szigorú önfegyelmet. Ezek a tapasztalatok felébresztették és kifejlesztették benne azt a képességet, hogy bánni tudjon az emberekkel, részvétet érezzen az elnyomottak iránt, és gyűlölje az igazságtalanságot. A hosszú évek várakozásában és veszedelmeiben Dávid megtanulta, hogy Istenben találja meg a vigaszt. Megtanulta, hogy egyedül Isten hatalmával juthat trónra, és csak az ő bölcsessége által kormányozhat helyesen. Dávid a viszontagságok és szenvedések iskolájában készült fel arra, hogy ilyen krónika szóljon majd róla. Szolgáltatott pedig Dávid az egész nép között ítéletet és igazságot. Sámuel 2. könyve 8. fejezet 15. vers. Nevelés. Bibliai életrajzok című fejezetből.